Köszöntöm az ismerős nézőit, és köszöntöm mai vendégemet, Kéndi Gábor, és szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm. Nem tudom, hogy hogy mutassak be, ezzel nagyon sokat gondolkodtam, hogy mondjuk, mint Magyarország első kereskedelmi televíziósát, vagy mint Tolnam egy első diszkósát, de úgy gondolom, hogy a nézők többsége a két szegmens egyikéből biztosan ismer. Igen, hála Istennek, és hát nem is tudom, én sem tudom egyébként. A lényeg az, hogy a, a zene és a diszkó volt a az, az első. első. Aztán ebből következett, mivel uh, írogattam különböző kis híranyagokat a könnyű zenéről a megyei újságba annak idején, és aztán ebből indult egy 20 évvel ezelőtt, egy jó 20 évvel ezelőtt egy, egy képújság a szexuális kábelrendszerem. Aztán odaírogattam ilyen kis híranyagokat, és akkor ebből indult a, a televíziós története az életemnek, ami, hát úgy időnként ugye elég rendesen. És hát időnként ez a diszkó történet is, hiszen ebben egy hosszabb szünet után hát ismét foglalkozom a dologgal, bizonyos időközönként. Mikor kezdtél diszkozni? 77-ben. 20 éves voltam abban az időszak, akkor, és hát akkor, mint mindenkinek az életében, ugye a zene nagyon fontos, minden a fiatalok életében, Előtte volt egy rövid zenekaros világ, hiszen abban az időben ugye mindenki valamilyen formában igyekezett kapcsolódni. A rádióban, meg a televízióban nem nagyon léteztek különböző zenei műsorok, nem nagyon voltak, aki zenét akart hallgatni, az vagy a luxemburgi rádiót hallgatta, vagy a Szabad Európa rádiót Cseke Laci bácsival. Aztán el, jöttek ilyen hírek, hogy az Egyesült Államokban gombamódra elkezdenek szaporodni a, a, a diszkók, ami ugye egy rádiós műfajból nőtte ki magát, szórakoztató műfaj, illetve klubok formájában kezdett el működni, és hát a, a nagy hírű diszk az a Studio 54 volt, ez volt a, az első számú diszkó abban az időben, a 70-es évek második felében. És aztán hát ide is úgy beszivárgott a dolog, hoztak be lemezeket, tehát nem lehetett Magyarországon lemezeket kapni, csak a hazai lemezeket, ami ugye nem is olyan túl sok jelent meg évente, tehát abból nem lehetett szórakoztató programokat még csinálni. Meg a másik része, bocsánat, az, hogy eleve a hírek. Tehát nem volt zenei <coughs> csatorna, nem volt nem. internet, azokat például nem. honnan szereztétek, a lemezlovas, nem úgy, mint a mostani diszkokban, folytában beszélnetek így kellett. Van. Így van, tehát úgy, úgy működött, így van, nekünk kellettek információk a dologhoz. Hát én például úgy csináltam, hogy különböző helyekről hozzájutottam a Bravo című újsághoz, amit ma is uh, ismernek, illetve azóta van magyar nyelvű kiadása is már. És akkor német nyelvű, uh, uh, én leírtam, a, mert ugye nem, ha nem tudtam megszerezni, akkor könyvtárba járt már uh, az a Bravo, és akkor kiirkáltam a híreket, és akkor ismerősökkel lefordítottam, és az ember összekombinálta még abból, amit hallott. És hát így jártak össze. És akkor voltak különböző slágerlisták ebbe, de akkor még itthon ezek nem voltak, ezek a slágerlisták. Aztán később a különböző ifjúsági lapok már fölrántották ezeket a dolgokat, és voltak nemzetközi slágerlisták. <coughs> Meg mit, mit tudom én, különböző üzleteknek, nem tudom, a 47-es számú ABC-nek a, a slágerlistája. És akkor volt ilyen, összeírtak tíz dalt, és akkor az volt a slágerlista. Nagyon érdekesen én állt volt ez össze. a vendégek egyébként. Zoltán Erika gondolom, ő azért így állandó, Jellegen megjelent nehet, Igen, akkor többek között ők most? is így van. A Kertészeti Egyetem volt Magyarországon a bázisa ennek a dolognak, és az Erika és az akkori férje, a Jóspisti, megnyertek egy táncversenyt, az első magyar diszkó táncversenyt megnyerték, és aztán az Erika így került be a, a, a következő táncdal jellegű rendezvényre. De aztán elkezdtek diszkókban mozogni, és ott kezdődtek ezek a plébek. Az Erika például a szexádi garajtáncosban táncosban volt nálam táncosként is még, tehát akkor nem énekelt, hanem akkor, a, mint az országos táncverseny győztese, fellépett a szexádi garajtáncosban, táncosba, aztán később énekesként is, például ő. De hát az akkor ismert nagyon, hát nagyon, sokkal, tehát jó néhányan dolgoztam együtt, többek között, akivel ma is a Dévényi Tiborral, a Bétót Lászlóval, a, a Cintulával, az Éliás Gyuszival, tehát akik a diszkóvilágát ismerik, ők, ők tudják, hogy kikről van szó. Vel a mai napig? Velük még a mai napig? Jóban vagyok, igen, igen, hát az Éliás Gyuszi is tavaly itt volt a buliban, tehát ő nem közleműködött, de eljött. De aztán innét ugye kikerültek hát ismert táncosok is, többek között a Kollár Steve, aki a tavalyi program, szexuális program vendége volt, ő háromszoros Electric világbajnok pécsi származású, és hónapokon keresztül <coughs> itt volt velem, és amikor az első világversenyére ment Olaszországba, és innét ment. De hát mondhatnám a Kátai Robit, aki a Robi D. Néven vált ismerté, és ő, ő is pécsi kisrác volt, és ő is itt táncolt nálunk az éjszakában, itt a Garai Táncost említem ebbe az időszakba, és aztán úgy került fel Budapestre, később Robi D. néven és Zoltán a férjeként vált ismerté. Meddig csináltad a diszkózást, Gábor? 91-ig. Uh, Körülbelül 99-92. Azért, mert nagyon változott akkor a stílus, egy nagy stílusváltás volt a diszkóban, már nem az a fajta klasszikus <coughs> diszkózás uh, működött, vagy csinálták. És időközben elkezdtem televíziózni, és úgy gondoltam, hogy a kettő már nem egyeztet, én legalábbis úgy gondoltam, hogy nem egyeztethető össze abban az időszakban, és tehát ez a két összetevője volt. Egyrészt mondom a stílusváltás, más pedig, hogy elkezdtem egy másik irányba mozogni, és úgy gondoltam, hogy akkor azzal megállunk. Miért volt szimpatikusabb a televíziózás? hát ez is egy újfajta dolog volt akkor, hiszen a nagy televízión kívül, az állami televízión kívül, a két csatornán kívül, a Magyar egy kívül ugye nem nagyon léteztek a kis televíziók, akkor kezdtek ugye elindulni. Akkor álltak össze a kábelrendszerek olyan szinten, hogy érdemes volt műsor csinálni, mert egy egész városhoz, vagy egy városrészhez eljuthat, juthatott a, a, műsor. Előtte ugye csak lépcsőházak voltak összekapcsolva, és addig igazán nem volt értelme a dolognak, viszont, viszont akkorra összeállt itt Szexád városában, és hát több irányú támogatást kapott a dolog, amivel ez el tudott indulni, és aztán innét nagyszerű munkatársak nőttek ki magukat, akik ugye ma a magyar televíziózási élvonalában tevékenykednek, akik, akik, Máté, akik Kriszina, tovább akartak lépni. igen És a Filip, ha már őket említjük. igen hát ők, Te ők... nem gondoltad azt, bocsánat, hogy hogy esetleg nem, ö... országos? Sem. Nem, 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 nem is foglalkoztam ezzel a dologgal Én itt tevékenykedtem mindig ebben a térségben a különböző dolgaimmal ide kötődöm. Tehát én nem fordult meg a, fejemben fejembe sosem az, hogy, hogy, tovább menjek. Hát amikor a kereskedelmi indultak, nyilván lettek volna különböző lehetőségek, mikor a, a 90-es évek második felében elindultak a kereskedelmi. De akkor mi már túl voltunk egy, egy itteni kereskedelmi televízión, amivel persze anyagilag nem értem meg, mert olyat buktam vele, mint illik de, de a helyzet az, hogy mindenféle műsor kipróbáltunk, amit aztán később hatalmas pénzekből bonyolítottak, vagy csinálnak meg akár ma is még a, a nagy kereskedelmi televízióban. Mi nagyon sokféle típusú kereskedelmi műsort az akkori pop TV vonalával, mert, illetve Pop tv mert tehát minden ötletet meg tudtunk valósítani. Meg voltak hozzá a megfelelő munkatársak is, akiket említettél, hiszen itt kezdtek televíziózni jó néhányan szexuális kötődéssel, még ha nem is itt értek, de ide jártak televíziózni, és amikor a televíziós műsorokat csináltak, akkor mindig itt voltak velünk ismert íróvasok, műsorvezetők, tehát tevékenykedtek. És hát nem csak ők, hanem. A, a technikai vonalon is kiváló operatőrök nőttek ki magukat innét szakszádról. Aki ismert az tudja, hogy a te életedben nagyon fontos az élőzés, az élő műsorok is általában erre szoktak kihegyezni. Mi volt ott, volt a kedvenc műsor, ami mondjuk nagyon a szívedhez nőtt? Hát a, az élő műsoroknak van egy nagyszerű varázsa. És én, én főként azokat szeretem, vagy annak a hátterében szeretek ma már lenni, amilyen zűrös. Amikor játszunk, amikor uh, különböző produkciók vannak, és kellőképpen meg tud zavarodni a, a dolog, de, de, de hát ott, ott mindig arra kell figyelni, hogy a nézőből ne vegyen észre semmit. Volt egy olyan műsorunk, amit csináltunk a Korzó előtti téren, úgy neveztük el, hogy City TV, és City TV. Az volt a lényege, hogy a, hogy a, tulajdonképpen az egész műsort kivittük a térre. És abban is voltak produkciók, de nézzük a, a helyszínen is, tehát mindent hallottak a riportokat, a, a különböző beszélgetéseket, és ez nagyon népszerű, hogy szombat délelőttönként belaktuk a, a, a Liszteret Szexádon, és onnan mentek ezek az adások, nagyon jó volt. Itt voltak olyan játékok, hogy a, a, a néző otthonról telefonban volt az, az egyik játszótás, míg a helyszínen ő irányította, tehát otthonról irányította azt a játékost, aki, aki a téren volt, és ott kellett valamit csinálni, és akkor így ketten voltak játékosok. Tehát különböző variációkat megcsináltunk. Ma már, ma már technikailag sokkal több mindent meg lehet csinálni, ugye akkor a, a telefon volt az egyetlen olyan kapcsolódási pont a nézőkkel, ma már ennek többféle változata létezhet, úgyhogy... Sok olyan műsor volt, nem is igazán tudok kiemelni, mert mindenfélét csináltunk abban az időben is már. Hogyan látott te most a magyarországi, mondjuk a városi televízióknak a helyzetét az országoshoz képest? Tehát mi a véleményed arról, hogy a lehetőségekhez képest ők hogyan dolgoznak és munkálkodnak? Gondolom rengeteget ismersz az országban. Hát ugye a nagy televíziók hatalmas költségvetésből dolgoznak, és általában jó nyerességgel is tevékenykednek tehát nagyon sok milliárd forint, ami évente befolyik a kicsiknél, mindig úgy van, hogy mindig meg kell küzdeni azért, hogy, hogy működő képes legyen, és nagyon nehéz egyébként, illetve hát nem is kell vívni a, a nagyokkal, tehát ez, 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 ez teljesen fölösleges lenne, hanem, hanem azt a közeget kell megszólítani, ahol tevékenykedik, és annak a közegnek a, a különböző, dolgait kell a közbe visszafordítani, hogy mindenki tudjon arról. Tehát a kicsiknek a világon mindenhol megvan a szerepük, és mindenhol működnek. Jó, nyilván mondjuk egy, egy amerikai kisváros, az is több milliós lélekszámú, de de a kicsik mindenhol működnek, tehát működőképesek valamilyen szinten. Nyilvánvalóan itt, itt nagyban függ attól, hogy, hogy hogy lehet a működés feltételeit biztosítani, mert a legnehezebb része, az egyik legnehezebb része az ez, a másik pedig az, hogy a kicsik nagyon alkalmasak arra, hogy kineveljenek fiatalokat arra, hogy aztán nagy televíziókban működjenek, vagy dolgozzanak. Tehát a kicsiknek a szerepe az én azt hiszem, hogy talán most még jobban felerősödött, mert az emberek szeretik tudni azt, a, hogy a közvetlen környezetükben mi történik, ami, ami a, a közvetlen a bőrüket érintés, szeretnek visszacsatolást kapni arról, és a, a, a helyi televízió erre kiválóan alkalmas, mert úgy alakult ki, hogy a helyi televíziók ezt, ezt a szerepet fölvállják, és nagyon szépen teljesítik itt is. Ha már Amerikát említetted, pont az előbbi, válasz kapcsán. Mikor voltál először Amerikában, és ki az, és mi az, ami miatt kimentél? Kíváncsi voltam. Ha jól tudom, 94-ben, 1994-ben jártam kint először. Akkor a helyi televíziós kollégákkal voltunk kint, de úgy szerveztem meg a dolgot, hogy hogy mindenhol voltak olyanok, akik innen származtak. Tehát az összes város vagy település, ahol voltunk, mindenhol voltak olyanok. És ez nagyszerű lehetőséget biztosított arra, hogy megmutassák nekünk azt, hogy valójában milyen is az a, az a település, az a terület, ahol ők élnek. És uh, aztán a későbbiek során már uh, változott a helyzet, mert uh, kapcsolatba kerültem Kinti uh, uh, magyar származású televíziósokkal uh, és rádiósokkal. És aztán később már olyan funkció is volt a dolognak, hogy, hogy, hogy a televízió, a kinti televízióba dolgoztunk bele innét, a, kinti, a New Yorki székhelyű magyar televízióba. Küldtünk ki különböző anyagokat, aztán a, aki annak a tulajdonsa, ő többször volt itt nálunk az elmúlt években, különböző programok kapcsán. Tehát egy nagyon jó ilyen jellegű kötődés is összeállt. Az például teljesen másképp működik, hiszen az egy ilyen nemzetiségi televízióként működik kint a New Yorki Magyar Televízió. Ü, teljesen más a jellege, de kellenek az itthoni információk. Aztán ugye, mikor elindult a Duna TV, vagy akkor változott az ő szerepük is ebbe a, ebbe a, a közegben, de de ott is megmaradt az a, a kicsiknek a szerepe, és vannak kimondottan olyan csatornák a, a nagy kábelrendszereken, a New Yorkin is például, amin amin ott vannak ezek a, a kis televíziók, és a különböző nemzetiségi műsorokat, a meghatározott időpontban közreadják. Tehát ezek jó működnek kint. Most pedig New Yorkot említetted és ha úgy tudom, akkor a Forgas az életért, ami a Digi 24 filmfesztiválból indult, aminek te vagy az értelmi szerzője, New Yorkból is érkezett uh, kis film. Igen. Induljunk ki a Digi 24-ből, tehát ez mikorra vezethető vissza? 2004. május 11-ére vezethető vissza. Én csináltam, én voltam a hátterében a Szexárdi Európa Majálisnak akkor, és a, 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 az volt a kérés, hogy találj ki valami olyat, ami nincs máshol, hiszen minden településen, akkor minden Magyarország minden településén volt valamiféle program, ami a az eseményhez kötődött, és az volt a feladatom, hogy kitaláljak valamit. És, és mit tudtam volna kitalálni olyan, ami hozzám közel áll, a tévé, a film, és az ebből adódó lehetőségek. És akkor találtam ki azt a játékot, hogy Digi 24, ami arról szól, hogy 24 óra alatt egy meghatározott témáról kell bizonyos pontok beépítésével egy, egy kisfilmet csinálni, kettő- vagy három perces kisfilmet csinálni. És hát erre több száz induló volt, erre a filmes szakma ráugrott a dologra, itt volt Jancsó Miklós Gümvászki, Makkal Bácsi, Pados Gyuszi, nem is tudom, tehát sokan, sok ismert filmes itt volt. És a következő években még négyszer meg, megcsináltuk itt szexedve ezt a játékot, majd úgy gondoltam, hogy lépni kell egyet a történettel. Közben nagyon sokat fejlődött az internet, ami alkalmassá tette a, a, a játékot arra, hogy világjátékot csináljak belőle, <kül> és ezért euh, tavaly. 2008. novemberében a Magyar Vörös Keresztel, Habsburg Györgyékkel összekapcsolódva megcsináltuk a világ első digitális rövidfilmjátékát, amelynek témája a véradás volt, ez volt az alaptéma, és hát a, úgy működött a történet, ugye, hogy itt is 24 órát kellett filmet csinálnunk a résztvevőknek, itt kettő perces rövidfilmeket kellett csinálni, és a, az interneten keresztül tudták meg a a játékosok, mert hát játékosok voltak Fülöp-szigeteken, Manilában, India, Új Delhi, Kongó, Kinshasa, Európában Budapest volt, és akkor volt a Brazíliában São Paulo és Rio de Janeiro, és ezen kívül volt New York és Los Angelesben volt vége, hát ahogy, ahogy uh -huh. kell fel a nap, illetve nyugszik le. Tehát így volt a, a játék kitalálva, és folyamatosan kapcsolódtak be a helyszínek. Mikor Budapesten meg, megnyitottuk a játékot, elkezdtük a játékot, akkor... Már három helyszínünk ment, hiszen a, 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 a Fülöp-szigetek, az India és a, Ott már az Afrika már működött. Uh -huh. És hát felhívtam a Jézsi Menceléket, és ő első szóra jött. Tehát márciusban beszéltem, hogy novemberben lesz a játék, ő lemondta a színházi programjait, és ezen a hétvégén itt volt velünk Jézsi Mencel, Szabó István voltak a, a zsűrinek a vezetői, Bárdos volt az amerikaiaktól, a New Yorkból, és itt volt az Ázsiai Filmakadémia elnöke, Sandy Marva, akikről tudni kell azt, hogy ő ugye, mivel Új és Bollywood a világ legtöbb filmet készítő ország egyébként India. Bár sokan nem tudják. Bár sokan nem a tudják. Nem igen, igen nem. nem, mert nem a mi felfogásunk szerinti filmek készülnek, ők teljesen más kép csinálják a filmeket, de rengeteg filmet csinálnak, óriási mozinéző közönség van. És hát az Ázsiai Filmakadémia elnöke, aki egyébként a Digi 24 hat, tudott erről a játékról már évek ezelőtt, és csináltak egy picikét, egy hasonló picikét Indiába. Tehát egy, más, egy kicsit más felfogásban, de elmondta, hogy az ötlet az innen van, tehát tőlem származik a játéknak az ötlete, és ő is itt volt velünk ezen a hétvégén. És hát, a, a, ahogy említetted, ugye egy New Yorki film, egy, egy New York és egy brazil film megosztva kapták az első díjat, egy Szapalóban készült film, és egy Fülöp-szigeteki film lett külön díjas. Nagyon jó magyar filmek születtek Pont, a, a dologban. Rá nagyon Hogy szerinted a magyarok miért nem teljesítettek annyira jó Nagyon jó, jó, jó filmek születtek a, a, a magyarok részéről akik euh, alkalmasak lettek volna arra, hogy, hogy, hogy talán megnyerjék a dolgot. Ott volt egy szakmai, ami a véradással kapcsolatos volt egy szakmai hiba is, ez miatt nem, de, de időközben korrigálták, és a Magyar Vörös kereszt vette velük a kapcsolatot, és valószínűleg ez, lesz, ez a film, ez a promóciós filmje a, a Véradás kampánynak. Tehát ez a kis film, ami ennek a játéknak a kapcsán született. Ezt folytatni fogjátok? Igen, az idén októberben lesz. Neves filmeket kerestem már meg a történettel. Tavaly írtunk a Spielbergnek, és hát ő is reagált a dologra, válaszolt rá. Postai levél érkezett ő a válaszolt. dolog kapcsán. Válaszolt, igen, ez sokak számára meglepetés egyébként, de tudtam, hogy őt is érdekli ez a fajta dolog, ezek a rövidfilmes programok, és hát nem tudom tavaly filmezett éppen az időszakba, most is jelezzük neki, hogyha érdekes számára, akkor megjelenik a dolog. Hát egy a lényeg, hogy Budapesten van a zsűri ennek a játéknak. Tehát itt történt a zsűrizése, élőbe közvetítettük a, a az eredményhirdetését a játéknak, ami be ugye szexuáli közreműködők voltak. Az egész játékban egyébként, tehát azokkal tevékenykedtem, akikkel az elmúlt években itt is dolgoztam. Neked azért már megvan az az erős maga, akivel tudod, hogy, hogy mondjuk jól el együtt tudsz dolgozni. Igen. Akik, akik, ismerik az én ö, időnként vad gondolataimat, amit, de úgy gondolom, hogy meg lehet valósítani, és ők megcsinálják. Tehát ők azok, akik értenek hozzá, és megcsinálják ezeket, megvalósítják ezeket a még gondolatokat, aztán ebből lesz egy játék, egy világjáték. Az idén folytatjuk a játékot a tavaly volt a véradás, és az első segélynyújtás életmentés lesz az idei alaptéma. Hogy aztán mely országok lesznek benne, Az még nem tudom, de biztos, hogy mind az öt kontinensről lesznek városok, országok. Hát sok sikert hozzá, illetve egy ismételten új, nem vad, inkább szórakoztató gondolat, most is készülsz valamire, hamarosan még februárban lesz újra Kindi Mi várható, hogyan készültek? Hát úgy, hogy megpróbálunk mindent megcsinálni, amit ma ugye meg lehet oldani, és amire, amit mondjuk az anyagi lehetőségek megengednek. Ismét az miatt, mert bevallom őszintén az elmúlt évben, amikor 15 év után újra kiléptem így a színpadra ezzel a dologgal, meglepő volt a fogadtatása. Tehát az az érzés, amit akkor éreztem, amikor fölmentem a színpadra, az egy, egy félelmetesen jó érzés volt. és... Tényleg, bocsánat, 15 éve nem álltál nem, színpadon? Nem, nem, nem. Az milyen érzés volt újra kimenni nagyon oda jó. ennyi ember elé? Nagyon jó, nagyon jó. És akkor ugye nem is, én ez nem voltam hozzászokva, a közösség úgy viselkedett, mint a koncert lett volna. Sikítás, fütyülés, és csak néztem ki a fejemből, mert egyszerűen, egyszerűen egy fantasztikus érzés volt és aztán ahogy láttam, hogy az emberek, tehát ahogy viselkednek, ahogy érzik magukat, tehát ahogy amennyire jól érzik magukat ezen a programon, az úgy elhintette bennem azt, hogy lehet, hogy érdemes lenne folytatni, és utána az interneten rengeteg levelet kaptam. Tehát rengeteg olyan visszaigazolását annak, hogy van létjogos a dolognak, és aztán egy kis tépelődés után, egy kis gondolkodás után végül is úgy döntöttem, hogy megcsináljuk. Erre is ugye megvan a megfelelő stáb, akikkel együtt tevékenykedünk ebbe a dologba. Hát ma már másképp működik a dolog, hiszen nagyon sokaknak kell jól dolgozni ahhoz, hogy ez az elvárásoknak megfelelő legyen, hiszen a világ nagyon sokat változott azóta. Rengeteg különböző ugye, hatás éri az embereket, ami, ami ebben a műfajban is látnak nagyon klassz dolgokat, millió zenecsatorna van, különböző megjelenési formák, klippek, minden, és hát ugye ennek az elvárásnak kell megfelelni, és hát ugye ez mondjuk nekem szerencse, hogy ez az időszak visszapörgött, amikor én ezt csináltam. És a, a, az első, amikor a Dévényivel voltam együtt egy ilyen programon, az volt nekem a furcsa, hogy a, a közönség, akik ugye táncoló közönségről, hiszen egy szórakoztató táncos programról van szó, hogy, hogy úgy viselkedik, mint a koncerten, hogy, hogy befordul a Dévényi felé, vagy a színpad felé, és úgy táncolnak, úgy mozognak, hogy a színpad felé, mintha koncerten lennének. Ez olyan furcsa volt hogy elsőre, de aztán láttam, hogy ez így működik, és, és nagyon jól működik. És azóta csináltam több anyagot azokkal, akiknek a, az időszaka újra visszajött, tehát sztárokról beszélek itt, akik újra nagy közönség előtt, tehát egy, egy időszak után visszapörögtek, és rá kellett jönni, tehát ebből az jött ki, hogy jó alkotások születtek, tehát olyan alkotó ö, művészek, tevékenykedtek abban ma is vannak, csak ma más a közeg. Tehát ettől más egy kicsit, az ő, ö, ö, nehezebb a, a, a felfutásuk, nagy valószínűséggel a maiaknak, még annak ellenére is, hogy ugye vannak olyan típusú műsorok a televízióban, ami segíti ezt a, a dolgot. Most ez vagy jó, vagy rossz, nem tudom, de de egy a biztos a, a történettel, hogy, hogy ezek az emberek, előveszik azokat a dalokat, mint hogy most jön a dolly Ábrándor szép napok, mindenki tudja, hogy miről van szó, még ha nem is magyar dal, hiszen a Beatles mellett éneklő hölgynek volt eredetileg a dala, de hát a Szikora Robinak is, ugye a Szeretlek is, vagy ne, meg nem is, meg hát hogyha a Tibi bácsi elkezdi a pöttyös labdáit dobálni, akkor annak megvan a hatása. Kik lesznek még a vendégek egyébként a dolly A dolly, a dolly Szikora Robert, a dév, Dévényi Tibor, és uh, van még egy meglepetés a lányok számára, mert ugye uh, van egy játék is, benne többféle játék lesz, de többek között az is, hogy megválasztjuk a retro szépét. Mindenki kap majd egy számot, aki bejön, a hölgyek kapnak számokat, és az alapján lehet majd szavazni, és nyer egy Trabant 601-est, és uh, most ez vagy öröm, vagy nem, nem tudom, öröm. de mellé, mellé nyilván kap majd még más ajándékot is, de itt az átadásnál lesz egy meglepetés vendég, egy zenész, aki ez kötődik a Trabant valamilyen formában, legyen meglepetés is, vagy a dal annak fog szólni, aki ezt a játékot megnyeri. Mikor lesz a buli? Február 21-e, és hát este 7 órakor lesz már a kapunyítás, mert mert úgy gondoljuk, hogy, hogy, hogy minél előbb jöjjenek be azok, akik ezt a napot, illetve ezt az éjszakát arra szánják, hogy, hogy velünk töltik, és én, én tudom, hogy mi mindent előkészítettünk ahhoz, hogy látványos legyen, hogy jó zene legyen, hogy sztárok legyenek a programban, és minden egyéb körítés meg legyen hozzá, ami ugye elvárás ma már. Én bízom hogy aki eljön, jó fogja érezni magát. Hát legyen így, nagyon-nagyon sok szerencsét kívánok hozzá, és remélem, hogy minden vágyat teljesülni fog ezzel kapcsolatban, és a továbbiakban is. Köszönöm, hogy elfogadtam a megkívásunkat, és remélem, hogy a nézők is egy picit közelebb kerülhettek hozzá. A nézőknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Két hét múlva ismételten találkozunk egy ismerős arccal, viszontlátásra.